Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, kedves sportkedvelők, hokirajongók, ma egy olyan vendégem lesz, egy lőcsei kisfiú, aki elindult, hogy meghódítsa a palánkok világát. Otthonra lehet Székesfehérváron, hétszeres magyar bajnok, magyar válogatott lett, magyar állampolgár. Az ő életútja pedig megmutatja, hogy mi mindent lehet elérni szorgalommal és tehetséggel így együtt. Mi minden kell ahhoz, hogy valaki a bizony ebben a világban megállja a helyét, és példakép lehessen. Rastislav Ondrejcsik, szervusz! Szervusz! Én azért elmondom, hogy én kicsi faluban születtem, ahol nem volt más lehetőség, mint a sárvízbe, vagy aztán korcsolyáztunk, az erdőben vágtunk botot magunknak, és akármivel. Nálad hogy kezdődött egy, hiszen a Csehszlovákiában, az akkori Csehszlovákiában nemzeti sport, a téli sportok, és különösen a jégkorong, hiszen ha azt mondom, hogy Zurilla, Golonka, Stasznyi fivérek, Holecsek, Jaromír Jágr, aki még köztünk van, hála Istennek, az azt mondja, hogy ezt bizonyítja. Hát igazából én is egy kis városban születtem, úgy, ahogy te is mondtad. A Lőcse az nem nagyon híres volt a hokival, viszont születésem után az apukám az Popradról származott, és akkor oda költöztünk Popradra, ahol volt egy olyan hokis bázis, és ott igazából elkezdtem. Régen ugyanaz a Szlovákiában, egy picit más volt az időjárás, mint mostanában van. Nagyon hideg volt a teleg, főleg ott a Tátrában, és mi is szépen próbáltunk mindig csinálni maguknak a jéget, és már nem tudom, 3-4 éves voltam, amikor először álltam a korcsolyán, és próbálkoztunk ott első lépéseket apukám, amire is régen hokizott. És nyilvánvaló, hogy ott voltak a társaid ugyanannyi idősen, akiknek mindenkinek az volt az álma, hogy jégkorongozó legyen. Igen, a Szlovákiában ott nagyon népszerű a hoki, azt mondom, hogy az sportok között az legelső. Minden kisfiúnak az álma, hogy egyszer egy profi sportol, egy profi hok is legyen. És ugye, ahogy mondtam, hogy amikor jöttek ez a hideget, szépen kiosztunk a slagod a pincéből, kezdtük locsolni a lakótelepen a teniszpályákat, és rengeteg kis hokipálya volt. Ott az én korombeli gyerekekkel rendesen rendeztünk olyan a házi közötti bajnokságokat, és akkor ott próbáltunk küzdeni egymás ellen. Az édesapádról beszéltél, hogy az első lépéseket ő segítette. Ki volt az, amikor leigazoltak, akinek sokat köszönhetsz, akitől sokat tanulhattál Poprádon? Igazából az általános iskolában úgy zajlott az egész, hogy harmadikás voltam, amikor jöttek kiválogatni mindig a klubból, a poprádi klubból. Nagyon büszke voltam erre, mert sikerült bekerülni a nagy tömegbe. Szintén 120-an voltunk összesen kiválogatva egész városból. És nagyon büszke jöttem haza, hogy megmondom apámnak, hogy kiválogattak. Egy picit nem úgy súlyt, amit vártam, mert mondta, jó rendben. Gondoltam, hogy nagyobb erőmet fogom neki okozni, de természetesen támogatott, biztos, hogy neki is jó esett, hogy sikerült. És akkor így már kimentünk pályára, ahogy megnéztek minket, mit tudunk jégen, mert tényleg nem volt olyan, mint itt, hogy most vannak ezeket a kori oktatások, ovi oktatások, ott tényleg mindenki az lakótelepen, aki tudta, jött iskolába haza, bedobta a táskát sarokba, gyorsan kiment a pályára, és estig próbáltak az korcsolyázni, hokizni, meg versenyezni. Volt olyan, hogy vízválasztó, vagy jégválasztó, amikor kiderült, hogy ki az igazán tehetséges és szorgalmas, mert hogy ez a kettő együtt jár ebben a sportban. Igen. Ahogy mondtam, hogy 120-an mondtuk összesen, egy évig az itt is ment, és szépen próbáltak kiválasztani az a 30 gyerek, aki tovább fog maradni ebből a korosztályból, aki tovább fog hokizni, mert Szlovákiában voltak régen ezek a sportiskolák, ahol tényleg volt egy sportosztály, és ebben tényleg csak 30 gyerek tudtak beválogatni, szóval 120-ból maradtunk 30-en. Ugye példaképből volt bőven, az volt a hatalmas Szovjetunió, Csehszlovákia, ha úgy tetszik, ugye még a rendszerváltás előtt
ről beszélünk, hogy a hatalmas nagy küzdelem, hiszen mi itthon Magyarországon is alig-alig láttunk NHL-t, tehát tudtuk, hogy ki a Bobby Orr, stb., de azért azon nőttünk fel, akiket az imént mondtam, tehát a csehszlovák nagy válogatottak, illetve hát nyilván a Tretyev, Kasatanov, Fetyiszov, Mihajlov, Petlov, Hallamov, Sadrin, Malcev, Jakusev, tehát ezt soroltuk mi is, de azért amikor kimentünk itt Magyarországon egy mérkőzésre, az semmi köze nem volt, bármilyen szomorú ezt mondani, a gyorsaságban, erőben, technikában tehetséges voltál, ebben megegyezhetünk, és kellően szorgalmas. Az mindenképpen, az mindig szoktam most is mondani srácoknak, hogy a tehetség az kemény munka, meg a szorgalom nélkül nem jelent semmi. Hogy választottál posztot magadnak? Első az volt, hogy hátvéd csatárként játszottunk, az mindig úgy gondolom, hogy jó, mert olyan lehet tapasztalni, hogy mi az, amikor csatár vagy, mi az, amikor hátvéd, és akkor később majd kialakul, hogy ki hol fog játszani. Az már eldöntöttek az edzők. Ugye 93-ban kerültél Poprádra, és 20 esztendősen be is mutatkoztál. Ez egy óriási lépcső, azt hiszem, minden fiatalnak, amikor bemutatkozhat az első osztályban. Igen. Úgymond szerencsém volt ebből, hogy pont olyan közelbe kerültem, ahol idősebb játékosok nagyon segítőkészek voltak, és próbáltak, ha láttak, hogy a fiatal játékos oda teszi, és láttak benne fantáziát, akkor ugyanaz, mint az lenne nekem, az nem csak egy edző, hanem már a következő 15, aki tényleg, hogyha látok, hogy oda teszi magad, csinálom, akkor segítettek. Szóval az... Nyilván a folyamatos fejlődéshez hozzátartozik, hogy klubot vált. Ugye te játszottál Kassán az Extraligában, az azt hiszem, hogy egy óriási lépcső, azt mi el sem tudjuk képzelni. Igen, a Poprádon lejátszottam néhány szezon, utána jött egy nagyon jó szezon a Szent Miklósba. Oda. Ja, a Mikulás csapat az. Igen, igen. Liptovszki Mikulás. Az egy nagyon-nagyon jó szezon volt, pont kerültem olyan játékosokkal együtt, ami enkoromban voltak, és tényleg nagyon jó sikerült a szezon, és edző, aki ott volt, következő szezonban ment Kassába, mert és akkor felhívott, hogy esetleg nem akarom játszani ott. Úgy volt, hogy az egy olyan pici furcsa volt számomra, mert egész nyáron csináltam felkészülést Poprádon, és mindig augusztusban van egy olyan felkészülési torna, az a Tátrai kupa, ami már nem tudom, nagyon-nagyon régi kupa, azt hiszem, hogy a második, Európa második legregebbi kupa Európában, és otthon feküdtem, készültem meccsre, Poprádi színbe, és csörgött a telefon, hogy miért nem vagyok pályán. Mondom, miért lennek pályán, este van meccsem. Hívod a Kassa edző, és mondta, de te velünk fogsz játszani most. Szóval hátam meg, úgy megbeszéltek egy klubot, hogy egy évre kimegyek a Kassába. Az nagy lépcső volt? Milyen a szlovák extraliga? Nagy lépcső volt, mert a Kassán az mindig ott a legmagasabb célok voltak. Ebben az évben is a Slovan Bratislava ellen játszottunk döntő. Viszont mindig mondom, hogy minden magasabb szinten ember játszik, ennél könnyebb játszani, mert ott mindenki tud, mi a feladata, sokkal rendezettebb, az nagyon segítség volt. Világos, és utána jött újra Zsolna, Poprád, és eljött az a pillanat, amikor meginvitáltak Magyarországra. Ki hívott? Voltak bizonyos problémák, az kell, hogy bevállalom, a anyagilag a kluboknak. Mert jött az, ahogy beszéltünk, az rendszerváltás, nem volt ennyi sok pénz a sportba, és klubok azért nem úgy álltak dolgokhoz, ahogy kellett. És nagy divat lett, hogy játékosok mentek külföldre. És rengeteg játékos elment Franciaországba, első osztályba. Nekem is volt egy ajánlat, viszont egy Brest várost, aki jelentkezett, túl messzenek láttam. Atlanti óceán parton, ennyi. És akkor
volt egy újságíró, aki ebben segített, hogy ismeresse, foglalkozott játékosa, a labdarúgos játékosokkal idehozott Magyarországra, és megkérdezte, hogy nem ismeri valamilyen jégkorongozó. És akkor valahogy úgy megbeszéltünk. Elmentem a Dunaszerdájára, ahol idősebb Bocskai Gáborra találkozom, meg Nemes Attila, aki ebben a korban foglalkozó segített a hokinál, és ott akkor találkoztunk, és sikerül megbeszélni, hogy... Tudtál valamit a magyar jégkorongról? Csak felszínesen semmit? Egyáltalán semmit nem tudtam. Meg kell, hogy mondjam, hogy igen, akkor indult el az a folyamat, ami felfelé vezetett nyilvánvaló, hiszen azért, ha belegondolunk, ugye nagyon sokat köszönhetünk például az orosz légiósoknak, akik Jászberénybe jöttek, és elkezdtek egymást. Aztán jöttek Fehérvárra is, voltak bőségesen, neked is volt, Vasszyunyin például ugye a igen. csapattársad volt. Tehát Székesfehérvár. Mi fogadott itt? Milyen gondolatokkal jöttél? Hiszen ez egy teljesen más millió, minőség is, és tőletek várták, tőled és a társaitól várták, hogy elinduljon felfelé, és nem csak a fehérvári jégkorong, hanem a magyar jégkorong is. Igen, amit különbség volt, hogy nem volt ennyi egyszintű csapat. De az Fehérvár, az tényleg az jó csapat volt, a versenyképes van még a Dunajváros, de a többi csapat az elég messze voltak. A Szlovákiában azért volt 8-10 csapat, aki tudtak versenyezni egymást, és azért gondolom, hogy magasabb szinten volt a bajnokság, mert folyamatos nyomás alatt voltak, és voltak kényszerítve mindig kiadni magadból maximumot. Itt néha voltak mondom olyan meccsek, amik a felgázon is simán jöttek a győzelem. 7 bajnokságot nyertetek, nem is egy húzamban. Azt hiszem, hogy az egy aranykorszak volt, az első aranykorszak, ha úgy tetszik. Remek játékos társakkal, és 2006-ban állampolgár lettél, a magyar állampolgár. Ez már egyenes út a válogatottsághoz nyilvánvaló, de sikerült-e beteljesíteni azt, amit gondoltál, hiszen magyar lettél, közénk tartozol, hála Istennek teszem hozzá, amikor megérkeztél, tehát ahhoz képest teljesültek-e a vágyaid, sportszakmai vágyaid, emberi? Én teljesen azt mondhatom, hogy nem bánom, hogy ide jöttem. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és hogy tudom ezeket a dolgokat, amit tanultam a Szlovákiába tovább átadni a most, mint edzőkön a fiatalokat, és mint játékosot tudtam segíteni a csapattársaimnak, szóval az egyáltalán nem bánom. Ez egy remek időszak volt, 2006-nál tartunk, Lamper Pónika volt, én emlékszem rá, belügyminiszter, és Márt Ferenc a köztársasági elnök, és ott volt a Rastislav Ondrejcsikből, így lett Ondrejcsik Rastislav. Ezt megünnepeltétek, gondolom. Igen. Ahogy kell, a jégkorong berkekben nyilvánvaló. Kell, hogy beszéljünk a válogatottról, mert ugye nem voltál nagyon sokszor válogatott, amit én meglepetéssel tapasztaltam. Bár figyeltem, hogy kik játszottak akkoriban, nehéz volt bekerülni értelemszerűen, de azért mégis jártál világbajnokságon, és a 2009-es VB az nagyon jó. Mégpedig azért néztem ezt meg, a teljes névsort, hiszen az abból a csapatból még vannak jó néhányan, akik égen vannak, tehát a Vas Fivérek, Etényi, de én felírtam magamnak, hogy például Ladányi, Horváth András, Peterdi és Szuperlevi például a Vasasban edzők, aztán Kangyal Majoros, ugye Mac, és ti pedig itt vagytok Szélik, Palkovics és jó néhányan még, edzőként vállaltatok szerepet. Tehát jószerivel mindenki a jégkorongba maradt, és talán ennek is köszönhető a ti mentalitásotoknak az, hogy a jégkorong elindult felfelé, méghozzá folyamatosan nem voltak nagyon nagy hullámvölgyek, mély hullámvölgyek, és ez a ti. Ugye te 2011-ben lettél edző. Az akadémián kezdted, és ahogy végigkísértem az edzői pályafutásodat, kiderült, hogy a U10 akárhánytól, tehát a kicsiktől egészen fölfelé rengeteg olyan játékos neveltetek, akire igazán büszke lehettek. Hogy lettél edző? Készültél rá tudatosan? Igazából az utolsó szezonom, amikor meg játszottam itt, voltam a titánoknál is, ott
Koger Istvánnal igazából olyan ott már próbáltam vállalni olyan szerepet a csapaton belül, mert fiatal csapat volt, hogy játszottam is, de viszont egy feledző is voltam. És akkor ilyenkor döntöttem, hogy én befejezem azt a pályafutását, hogy szeretném tovább folytatni, mint az edző. TFM végeztem a licencemet, és akkor szerencsére megkaptam azt a lehetőség az akadémián, ahol tudtam tovább folytatni, és úgy, ahogy megmondtad, hogy majdnem minden korosztálynál voltam már, és az jó dolog, nagyszerű dolog, mert minden korosztályban valami más lehet tapasztalni. Nagyon nehéz volt átállni, az vállalom, mert első két évben az mindig egy edző vagy egy játékos fel gondolkodtam cserepadon, nehéz volt, akartam mondjuk többször ráugrani égre, viszont ezeket a dolgokat játékosoknak megoldani, és csak meg kell tanulni, hogy csak a jó tanácsal vagy valamit tudsz fejleszteni a játékosokat. Milyenek a magyar gyerekek? Beszéljünk róluk. Székesfehérváron szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen az akadémia működéséhez minden adott. De milyenek a gyerekek? Hasonlítsuk egy kicsit össze, hiszen tetszik nekünk, nem tetszik, Szlovákia jégkorong nemzet a javából, hiszen ők mindig az elitbe tartoztak, világsztárok sorát nevelkedtek fel, ott vannak most is az élvonalban értelemszerűen. Ha jön egy világbajnokság, akkor tudjuk, hogy Oroszország, Szlovákia, Csehország, Kanada, Amerika, és akkor itt vége is. Igen, ott milyenek a szlovák gyerekek? Igen, a Szlovákiában az mindig az nagy ünnep mai napig. Egy picit változott a helyzet, lehet látni, hogy tényleg, ahogy beszéltünk, hogy kimentünk, játszottunk, igaz, most egy picit változott a világ, és jönnek ezeket a mobil eszközök, meg minden, és nem mindig a gyereke hajlandó kimenni, és egy picit fejleszteni ez a mozgását, vagy játszani, inkább otthon ülnek. De én azt mondom, hogy most, amit egy picit van probléma, Szlovákiában biztos, hogy van probléma, nincsen támogatva sport úgy, mint itt. Itt a TAO-nak köszönhetően az sokkal nagyobb a lehetőség, és ezt lehet látni, hogy tényleg, hogy szépen nagy lépésekkel menjünk előre. Ott viszont vannak gyerekek, lehet, aki nagyon tehetséges, de mivel elég drága sport, nem tudnak azt csinálni, nem teheti meg, és ott lehet látni, hogy van hiányosság. Tehát nyilvánvaló a KHL, NHL-be szeretnének menni, tehát mindenkinek az az álma, de nem tudják azokat a lépcsőket meglépni, ami számotokra természetes volt. És ez csak pénzkérdés, vagy ennyit változott volna a világ? Változott a világ, de mondom meg egyszer, hogy elég drága sport, és tényleg, hogyha vannak olyan gyerekek, aki azt akar csinálni, nagyon tehetséges, nem tudnak, mert csak azt megteheti, akinek van ahhoz pénz, meg... Ehhez képest milyen az akadémia? Nézzük meg a felépítését, hiszen ahogy beszéltünk az imént, valamennyi korosztályt végig dolgoztad, és ugye most is elitversenyre készültök a válogatottal, de nézzük meg a fehérvári srácok milyenek. Először is azt tudjuk, hogy vannak elegen. Igen, az nagyon fontos, hogy főleg amikor megnézzük most az alsó korosztály, hogy rengeteg gyerek jelentkezik, mindenki próbálkozik, népszerű a hoki a Székesfehérváron, az felnőtt csapatnak is köszönhető, hogy látnak benne valamilyen fantáziát, hogy van hova feljutni. Az nagyon fontos, hogy van egy olyan csapat, aki fiatalok felnőzik, oda akarnak kerülni, és azért gondolom, hogy van itt rengeteg fiatal játékos. Ebből, hogy van olyan nagy tömeg, az ott lehet kiválogatni. Meg egyszer mondom, hogyha az, hogy támogatva van az a sportág, akkor az sokkal könnyebb teszi a szülőknek, és lehet választani az gyerekek közt. Igen, az akadémia teli találat, hiszen elmondhatjuk, hogy ebből épül fel, és ha megnézzük a MOL ligás csapatot, nagyon sok a fiatal, és most már azért kopogtatnak az Ébel csapat ajtaján is. Viszont én azt gondolom, hogy az akadémia felépítése is nagyon sokat segít ebben, tehát megfelelő szakemberek dolgoznak a megfelelő korosztályokban.
Mi az elvárható most egy utánpótlás edzőtől, hiszen te végigjártad a ranglétrát valamennyi korosztályban. Mi az, amire egy edzőnek leginkább figyelnie kell? Az egy úgy gondolom nagyon összetett dolog. Ott főleg az utánpótlásban nagyon kell figyelni, hogy hogyan tudunk változtatni a személyiség gyereknek, hogyan meg tudunk tanítani őket dolgozni, hogyan az a hozzáállás, hogy legyen, hogy ne kelljen az edzőnek kényszeríteni valamire, hogy magától. Mondom egy példát, mostani korosztályomban, amikor megmondtam, hogy nekik kell mondjuk egy nap pihenő, akkor mondom, vasárnap reggel ott leszek, kimegyünk, aki akar valamit fejleszteni, akkor jöhet, és akkor nem volt kettől az az edzős, reggel bemegyek az öltözőbe, és ott van mindenki. Szóval az a hozzáállás, az a akarat, hogy akarom valami mutatni, az nagyon fontos. És az edzőtől függ, hogy hogyan tud gyerekek megtanítani, hogy... Igen, hiszen ők példaképek az iskolában is ilyen értelemben, hiszen valamit csinálnak, és 100%-ot adnak magukból, és ráadásul ez egyik oldalról az edző felelőssége, és az edző dicsősége is, hiszen ilyen értelemben azért a szülők, most már vannak hoki szülők, én nagyon is jól tudom, akik a maximumot várják az edzőtől, és a gyerkőctől nem különben. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy milyen az edzői tím. Hogy épül fel az akadémián az edzői csapat, hiszen most már rengeteg korosztály van a töpörtyüktől egészen addig, amíg már a éber kapuján kopogtatnak. Hát van akadémia sok tapasztalt edző, amit gondolom a másik akadémiánál, a Magyarországon úgy mondom, hogy hiányos ezeket az edzők, akik tapasztaltak, aki tudnak, hogy mit kell csinálni. Nem elég, hogy jár valaki iskolában, az valahogy belülről kell, hogy jöjjön ki. Hogyan tud kommunikálni gyereke, hogyan tud rávenni a dolgokra, hogy tud motiválni őket. Ahogy beszéltünk, hogy nagyon fontos az a háromszög, az iskola, a szülők, meg a gyerekek. Mert ha egyik kiesik, akkor az ott is nagyon fontos a kommunikáció. Beszéltünk, hogy meg kell tanítani, ha nem mindig ebből lehet az jégkoronkodó, az azért válni kell. Úgy, ahogy beszéltünk, hogy 120-an kérdeztünk, amikor pici voltam, a felnőtt korban ketten maradtunk. Szóval ott én is, meg a többi edző próbálunk valahogy magyarázni a gyerekeknek, hogy mennyire fontos az iskola. Hogyha esetleg vége lett de ezeket a dolgokat, amit tanulnak a hokin, az a akarat, kitartás, meg minden, az biztos, hogy tudnak a civil életbe venni, és fognak tudni fejleszteni. Egy fontos dolog. Nyilvánvaló, hogy amikor már az alapokon túl van, és most előtérbe kerül a fizikai állóképesség, a technika, tehát már rendben van a helyek közel, akkor mennyi múlik azon, hogy ki a felnőtt csapat edzője? Kérdezem ezt azért, hiszen van Svécs, tehát északi stílus, van cseh, szlovák, oroszok, kanadai és amerikai, aztán itt bezárult a kör nyilvánvaló. Fontos, hogy a felnőtt csapat mit vár, a felnőtt csapat edzője mit vár el az akadémián dolgozó edzőktől? Vagy pedig mindenki a maga útját járhatja? Nem mindenki megadó, mert az akadémia azért jól működik, mert valahogy próbáltunk, vagy még mindig próbálunk fejleszteni az egész rendszer, hogy vannak bizonyos lépések, amik kell lépni. Ahogy beszéltünk a kisebb korosztályoknál, említetted az a bottechnika, korcsolyázás, amit szükségtelen ahhoz, hogy később tudnak jól tudni okizni, srácok, és akkor szépen próbálunk mindig többet, meg többet rakni válukra. Az a közepes korosztály, ami van, ott már próbálkozunk az összjáték egy picit, hogy tudnak. Szlovákiában, ahol említette, hogy egy olyan pici kombinatív hokej inkább játszanak. A felnőtt hokiban lehet, hogy az a kanadai stílus volt, aki kanadai edző, de én mindig úgy érzem, hogy legjobb, amikor van kettő kombinálva, hogy legyen. Pont azért fontos, olyan 13-14 éves gyerekek, hogy legyenek kreatívak, ezeket a dolgokat, azt meg kell tanítani. És akkor később, amikor jönnek, ott már szigorú szabály van, ha azt tudnak betartani, készen állnak, akkor azt meg fognak felelni a felnőtt korba is.
Ugye látjuk a fiatal tehetségek, hogy már ott vannak, Sárpád, Kék a válogatottban. A többiek, hiszen most éljük, jönnek a világbajnoki megmérettetések. Milyenek most az utánpótlás válogatottjaink? Én úgy gondolom, hogy... Például a te csapatod milyen? Én most U14-nél vagyok, ott is rengeteg gyerek van, aki már fordul. A válogatott, hogyha úgy beszélünk, az U14, az meg olyan képességfejlesztő táborok vannak. Nem lehet beszélni a válogatott. Igazi válogatott olyan 18-tól kezdődik, ahol világbajnokság van. Most is készülünk egy VB-re, amit az Ukrajnában fogunk játszani. Én gondolom, hogy mindenki megáll a helyet, mert próbálkoznak, minden edzésen 100%-ot kihoznak magukból, és az előre víz az egész. Abban megegyezhetünk, hogy a jégkorong Székesfehérváron a legnépszerűbb sport, és nem csak azért, mert mindig 3000 felett van a nézőszám, tehát és az alapvetés dúgig van a csarnok. Ráadásul remek vezetés, Csicsó lemondott, de azért az árnyéka ott van, tehát amit felépített azt a mostani fiatalok, tehát az a te korosztályod viszi tovább. Mi kell ahhoz, hogy ez így maradjon? Mennyire eredménycentrikus most a csapat? Ugye az Ébelből nem lehet kiesni, a MOL ligából szintén. Örülünk, hogy itt vannak most már ugye az Ébelben is azért több ország együttesei, olaszok és így tovább. A MOL ligában ott vannak az erdélyi csapataink, Csíkszered, a Brassó. De mi kell ahhoz, hogy szinten tartás? A pénzen kívül jó úton jártok? Gondolom, hogy jó úton járunk. Az, hogy van itt két felnőtt csapat, az nagyon nagy lehetőség fiatalok számára. Mindenhol mondjuk 17-18 éves, vagy hoki világban, ahol van 17-18 éves srácok, már kapnak lehetőség, és azért a molligás csapatunk, az főleg azért van itt Fehérváron, hogy ezeket a játékosok, hogy mondjuk egy junior, meg egy ebből csapat között egy óriási lépés, hogy kapnak egy pici segítség, és ott tudnak egy picit játszani, és kóstolni a felnőtt hokiból. Ahhoz meg kell említenem, hogy nagyon jó a közönség Fehérváron. Megértő, tudnak értékelni az, hogyha nem mindig nyer a csapat, de már annyira tapasztaltak, hogy látnak, amikor a csapat küzd, megy, hajt, akkor nekik az elég jó szórakoznak. Látnak jó játékot, akkor nekik az elég, természetesen mindenki akar nyerni, mert az a egésznek a lényege, de úgy gondolom, hogy ha új pálya lesz, vagy ma, és ha fiatalok, akik most akadémián vannak, páran már, amit beszéltünk, már felnőtt válogatóban játszanak, itt fognak kialakítani egy kemény magot, Fehérvári kemény magot, akkor a új pályák is fognak szerintem 5-6 ezer ember simán kemény meccsre. Így legyen. Én azt gondolom, hogy a székesfehérvári jégkorong rajongók vannak sokan, a fája alatt, karácsony fája alatt sok-sok volános siker lesz, és azzal búcsúzom, hogy ugye január 27-én mi vízöntők vagyunk mindketten, ünnepled a 45. születésnapodot, és azt kívánom, hogy ugyanilyen erőben, mosolygós szemmel, és ugyanilyen szakmai alázattal tedd, amit teszel, hiszen ne feledd, most már egyrészt mi a tieid vagyunk, a szurkolók, a játékosok nem különben, viszont a játékosoké vagy te magad is. Köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Rastislav Ondrejcsik volt az Alba Volánnyi Jégkorong Együttesének akadémia kiváló edzője. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra, jég veled, ha úgy tetszik.